napot kívánok, kedves néző! A különféle halmazállapotban hullott csapadék lassan töltögeti a talaj vízkészletét. A szakemberek legutóbbi felmérése szerint Vajdaság szerte az átlagosnál nedvesebbek a szántók. Többek között azért is, mert januárban a szokásos csapadékmennyiség kétszeresét hegyezték. Az esős idő miatt egyelőre halasztani kell a fejtrágyázást. Agrárhíreinkben többek között a távolinak tűnő tavaszi vetéshez is tanácsot adnak a mezőgazdasági kar munkatársai. A varázsdában emellett foglalkozunk az adai állami földterületek bérbeadásával, továbbá a szójatermesztésünk helyzetével és kilátásaival, riportot készítettünk a kanizsai járáson a juhászokkal, valamint bemutatjuk a magyarországi mezőgépgyártás új talajművelő eszközeit. A tavalyi év tanulságai és a tavaszi vetésre való felkészülés volt a témája az újvidéki mezőgazdasági karon szerdán megtartott szaktanácskozásnak. Mint az összejövetelen kiemelték, a mezőgazdaságban jobban oda kellene figyelni a szakma szavára. A 2 milliárd euróra becsült tavalyi aszálykárnak csupán a fele írható az időjárás számlájára. A többi az emberi mulasztás következménye. Az egyre szeszélyesebbé váló éghajlat közepette, csak az agrotechnika következetes alkalmazásával érhetünk el megfelelő hozamokat. A jó döntések meghozatalához ismernünk kell a parcellák adottságait. A talajelemzés a jövőben megkerülhetetlenné válik. Most már nem csak a műtrágya szükséglet megállapításához ajánlják a szakemberek, hanem a jelek szerint ezentúl a kukorica tőtávolságát is talajelemzés alapján fogják beállítani. Pillanatnyilag igen kedvező a talajnitrát tartalmának a megoszlása. Volt részünk csapadékban, amely 30-tól 60 cm-ig terjedő, és 60 meg 90 cm közötti talajrétegbe is lemosta a nitrogént. Körülbelül 200 mm-nyi csapadékot kaptunk, ami megközelíti a 244 mm-t kitévő sok évi átlagot. Ennek ellenére azt mondom, nem tudok ajánlást tenni a termelők felé, milyen tőtávolságra vessék a kukoricát. Azt tanácsoljuk, hogy 7-10 nappal a vetés időpontja előtt mindenki vegyen talajmintát, és vizsgáltassa meg a parcellák nedvesség tartalmát, meg a nitrát alakban jelenlévő nitrogén mennyiségét. Ezeknek az adatoknak a birtokában tudunk majd tanácsot adni az optimális tőszám beállításához és a tápanyag utánpótláshoz. Ami a vetés időpontját illeti, valamivel korábbi vetést ajánlunk. A tavalyi aszály után a gazdák nehéz anyagi körülmények mellett készülnek a vetésre. A hektáronkénti 6000 dináros támogatásra is nagy szükség lenne, ám az agrártárcánál még csak most véglegesítik a támogatási törvény részleteit pontosító szabályzatot. A jogszabály elkészítése körüli munka hamarosan befejeződik. Hétfőn a kollégium elé kerül a tervezet, és a jövő hét folyamán megszületik a szabályzat. Ezt követően elküldjük igénylésünket a kincstárnak. Igyekezni fogunk, hogy még a vetés előtt vagy vetéskor, amikor a földműveseknek a legnagyobb szükségük van a pénzre, megkezdhessük a támogatások kifizetését. Az újvidéki terménytőzsdén az utóbbi egy év során igencsak megcsappant a műtrágya forgalom. Ez arra utal, hogy a kis és közepes gazdaságok önerőből képtelenek megvásárolni az újratermelési anyagokat. A jelek szerint Szerbiában ezen a tavaszon is kukoricából vetnek majd a legtöbbet. A napraforgó és a szója vetés területe nagyjából a tavalyi szinten marad, míg a cukorrépánál a tavalyi betakarítás idején elrendelt kiviteli tilalom miatt némi csökkenés várható. A tartományi kormány közzétette a mezőgazdaság támogatására vonatkozó idei programját, amely két intézkedéscsomagot irányoz elő. Az intézkedések egy része közvetlenül a gazdaságokra, a másik része pedig a községekre vonatkozik. A gazdaságok fejlesztése érdekében a tartomány támogatni fogja az üvegházak és fóliasátrak létesítését, valamint jégvédelmi hálók beszerzését. A növényházak esetében a támogatás a költségek 50%-áig terjedhet, a jégvédelmi hálók vásárlásánál pedig akár a 60%-ot is elérheti. A bejelentés szerint a kormányzat az idős földműves háztartásokat is támogatni fogja.
mi smo ove mere koncentrisali tako da se podrži intenzívna proizvodnja. Dakle, az intézkedés csomag célja az intenzív termelés támogatása, mint amilyen például a zöldség és gyümölcs termesztés. Az ilyen termelés nagyobb jövedelmet hoz, de jóval több munkával is jár, ezért sok embert foglalkoztat. Támogatásainkat olyan ágazatokba irányítjuk, amelyek munkaigényesek, ezzel párhuzamosan egységnyi területről nagy hozamokat valósítanak meg. A kormány a tartományi költségvetésből támogatást nyújt majd a községeknek vízlecsapoló rendszerek kiépítésére, tagosításra és a falusi vízvezetékek meg szennyvízelvezető csatornarendszerek kiépítésére. A gabonaárak ezen a héten tovább csökkentek a hazai, ugyanakkor az európai meg a világpiacon is. Az újvidéki terménytőzsde szakemberei szerint ők is minden bizonnyal ezért valósíthatták meg a múlt héten jegyzett, már akkor is szerénynek mondható forgalomnak csupán a kétharmadát. A búza átlagos ára nem ért el a 26, a kukoricái meg a 23 dinárt. Jó lehet, az őszi betakarítás idején a 27,5 dinárt is megadták érte. A világpiacon a búzára csak nem 3, és a kukoricái is több mint 2%-kal csökkent. Az európai piacon az áresés még kifejezettebb. A Budapest értéktőzsdén például a buza közel 3, a kukorica meg 6,5%-kal lett olcsóbb a héten. A párizsi tőzsdén a búzára valamivel több mint 1, a kukoricái pedig 1,5%-kal alacsonyabb most, mint egy héttel ezelőtt volt. Visszatérve az újvidéki terménytőzsdéhez, a szójadara ára is csökkent a múlt hét óta. 59 dinár 60 parára esett vissza kilója. Ezzel szemben a műtrágy ára emelkedett. Az úreát 44 dinár 80, az ánt pedig 38 dinár 30 parás áron értékesítették, vagyis kilónként 1,5 dinárral drágábban, mint egy héttel ezelőtt. Fajtoltalmat nyert vidékünk őshonos megyfajtája, a feketicsi fekete megy. A mezőgazdasági minisztérium fajta elismerő bizottsága múlt héten értesítette erről a kezdeményezőket, a Bács-Fekete-hegyi gazdakört, akik egyben a Prima néven bejegyzett fajta tulajdonosai is. Hosszú évek alapos munkája után 3 nappal ezelőtt sikerült levédenünk a helyi jellegű megyfajtánkat Prima néven. Ennek nagyon örülünk, mert ez egy rendhagyó fajta. Be is tudtuk bizonyítani ennek a szelektáló bizottságnak a mezőgazdasági minisztérium szintjén. A Bács-Fekete-hegyiek remélik, hogy miután most már dokumentumok bizonyítják a tájfajta különleges tulajdonságait, felértékelődik majd a feketicsi megy, és gyarapodásnak indulnak az igencsak megcsappant ültetvények. Angol Bizon motorolaj. Ada községben tavaszra lesz esedékes az állami földek bérbeadása. Hozzávetőlegesen 1800 hektár szétosztásáról lenne szó. Hogy ki jogosult erre és ki tart rá igényt, ennek nézünk utána itt a helyszínen. Községünk esetében a problémát végül is a Halász József kombinát jelenti, illetve azok a vállalatok, amelyek ebből a Halász József kombinátból lettek megalapítva. Tehát ebben az esetben a Halász József kombinát körülbelül 1,5-2 millió euróval tartozik az államnak, amelyből 40% az önkormányzatot illetné meg. És tehát ez az adósság véget, az önkormányzat álláspontja az, hogy az említett cég ne vehessen, illetve cégek ne vehessen részt a licitáción, és szeretnénk lehetőséget adni a helyi földműves termelőknek, úgy, ahogy eddig is,
ugyanis ők kitisztelték a fizetési kötelezettségeiket, tehát az elmúlt 3 év során, és ugyanez viszont nem mondható el az említett vállalatról. A mezőgazdasági minisztériumnak valószínűleg van ezzel kapcsolatos álláspontja. Így van, tehát sajnos az álláspont változott 2010-hez viszonyítva. Mi 2010-ben olyan utasítást kaptunk, hogy kizárhatjuk az említett céget, aki már akkor is ugye adósa volt az államnak, illetve az önkormányzatnak a licitációról, tehát a folyó évben olyan instrukciókat kaptunk a minisztériumtól, amelyeket várunk még írásban is, hogy ne zárjuk ki ezt az említett céget ugye a licitációról. A Halász József kombinát, illetve a kombinátból létrehozott vállalatok előnyjog alapján szeretnének a földhöz jutni. A 1850 hektár állami földterület van községünk területén, és ebből mintegy 1600 hektárra adtak ők be kérelmet előnyjogra. Tehát ezt az előnyjogot ők egyrészt a jószágállomány, másrészt pedig az öntözőrendszer alapján szeretnék megvalósítani. Milyen gonddal néznek majd szembe ezek a földművesek, hogyha elesnek az állami föld bérleti jogától? Nézze, szomorú dolog ez, hogyha ez bekövetkezik, és nem tudom az állami vezetéstől, a mezőgazdasági minisztériumtól, magától, a kormánytól nem tudjuk megérteni, hogy mi a szándékok és miért teszik ezt. Itt nekünk mindenféle potenciál megvan arra, hogy ezeket a földeket itt mi végezzük el, és hát nézze, a gépkihasználás az lényegesen kisebb fog lenni, a mechanizációnk az megvan hozzá, a tároló kapacitásunk megvan hozzá, tehát mondhatom azt, hogy az infrastruktúra is minden biztosítva van. Nem tudom, hogy kinek az érdeke az, hogy itt ezeket a földeket olyan kezekbe juttatja, akik esetleg nem is foglalkoztak földműveléssel, és nem is a szakterületük a földművelés. Nekünk őseink is itt éltek, földműveléssel foglalkoztak, és hiszem, hogy akkora szakmai tapasztalattal rendelkezünk, hogy ezt nem szabadna, hogy kétségbe vonja senki. Lehetőség volna-e arra, hogy a gazdák összefogva közösen lépjenek fel, és gond nélkül kibéreljék a felkínált területeket, ha erre majd sort kerül? Ez a legkisebb probléma, mi erről már előzőleg tárgyaltunk, beszéltünk róla, és a gazdákkal együttesen tartottunk meg beszéléseket, és szinte, hát majdnem, hogy úgy mondjam, nem papíron, de egy szavakkal föl is lett osztva a terület, hogy kinek, melyik terület lenne az, amit legszívesebben és legkönnyebben el tudnánk végezni, el tudnánk munkálni. Sőt, még olyanra is kiterjedt a figyelmünk, hogy a kis termelők, akik ilyen konyhakertészettel foglalkoznak, azoknak föl lenne osztva egy kisebb terület, egy 50-60 hektár, olyan 2 hektáros parcellákra, ahol konyhakertészetet tudnának folytatni, végezni és termelni. Célunk az, hogy az árverésre mindenféleképp sor kerüljön, de amennyiben kitiszteljük ezeket az előnyjogokat, amelyek véleményünk szerint nem reálisak, abban az esetben valószínűleg licitációra sor sem kerül, hanem az előre megszabott árak alapján és előnyjog alapján a jószágtenyésztők, illetve az említett vállalat kibérelheti a földterületet. Végül is egy részét a kérelemnek valószínűleg, hogy el fogjuk fogadni, de a közeljövőben fel fogjuk értékeltetni az öntözőrendszert, tehát át fogjuk vizsgáltatni az öntözőrendszer hány százalékban funkcionális, és ebben az arányban fogjuk kitisztelni azt a részét az előnyognak, amelyet ő az öntözőrendszer alapján akar megvalósítani. Nemrégiben Szerbia is aláírta az ömében dunamenti államokat tömörítő Dunaszója deklarációt, ami nagy lehetőséget teremt a hazai, nem génmódosított szójabab és szójavetőmag kivitele előtt. Európa évente 35 millió tonna szójababot importál Észak- és Dél-Amerikából szükségletei fedezésére. A fogyasztók azonban egyre kevésbé lelkesednek ezért az ömében génmódosított növényekről származó szójáért. Biztonságosan fogyasztható, géntechnológiai beavatkozásoktól mentes növényi fehérjeforrás szeretnének.
a kontinens egésze pedig csökkenteni kívánja a szója behozataltól való függőségét. Így született meg osztrák kezdeményezésre a Duna Szója Deklaráció, amelynek célja a termőterületek megnövelése és a legmegfelelőbb fajták megtermesztési technológiák kiválasztása. Az aláíró országok Ausztria, Bajorország, Bosznia, Horvátország, Magyarország, Svájc, Szlovénia és Szerbia közül ez utóbbi rendelkezik a legnagyobb lehetőségekkel. A szója termesztésére legalkalmasabb terület Európában is az úgynevezett kukorica övben található, ami Amerikában az úgynevezett középnyugat, Európában a Po folyóvölgye, a Dunamente és a Duna delta vidéke. Mi e termőtáj részét képezzük, és ami szintén fontos, az Újvidéki Nemesítő Intézet Európa e részének legnagyobb ilyen jellegű intézménye. A legjobb szójafajtákkal rendelkezünk, amit a külföldi kísérletek is igazoltak. Ezért jó esélyünk van arra, hogy mi termelhetjük majd a vetőmagot a teljes Dunamenti régió számára. A világ vezető szójatermesztő államai óriási termőterülettel rendelkeznek. Míg egész Vajdaságban 2 millió hektár szántóföld található, amiből mintegy 160 ezer hektáron termesztünk szójababot, az Egyesült Államokban 30 millió hektáron, Brazíliában 25 millió hektáron, Argentínában pedig 20 millió hektáron vetnek évente szóját. Mint szakembereink megjegyzik, mivel kis ország vagyunk, számunkra a vetőmagtermesztés és a GMO-mentes szója termesztése jelentheti a kitörési pontot. Legnagyobb esélyünk a vetőmagtermesztésben és fajtáinak a környező országokban történő elterjesztésében lenne. Itt mindenek előtt Romániára és Magyarországra gondolok, de megpróbálkozunk majd az Olaszországba irányuló vetőmagexporttal is. Olaszország azért érdekes, mert Európában ott a legmagasabbak a hozamok, mivel ott a szóját öntözéses gazdálkodásban termesztik. Ezen kívül még Ukrajna is perspektív piac lehetne hatalmas területe miatt, habár ott egyelőre a napra forgó a legfontosabb ipari növény. A Duna Szója Deklaráció célja, hogy a Dunamenti országokban 1 millió 800 ezer hektára növeljék a szója vetés területét. Jelenleg az Európai Unió szója szükségletének 95%-a származik importból. Reményeik szerint lassan kifelé haladunk a télből. Ennek különösen a juhászok örülnek, akik a tavalyi takarmány ínséges év után igencsak várják a kikeletet és a friss legelőt. Következő riportunkban a zimonyicsi ilonafalvi juhtenyésztők nyilatkoznak a bárányárról, a jövedelmezőségről és az ágazat jövőjéről. Csendesen kezdődött az idei bárányértékesítési időszak. A vásárlók nem tolonganak, és az ár is alacsonyabb a tavainál. A juhászok mindennapi teendőiket végzik, a metsző szélben is a járáson legeltetik azokat a juhokat, amelyeknek nincsen báránya. Az Ilona falva mellett húzódó lupúi soron 14 tanya található. Közülük többen is foglalkoznak juhtenyésztéssel, hiszen a tanyasorral szemben kezdődik a hírneves kanizsai járás. 1600 hektáros legelőnk van itt a kanizsai községbe, erre nem van nagyon sok birka, úgyhogy nincs kihasználva ez a legelő. Valamikor sokkal több birka volt, de ugye a nem kifizető dése miatt, még a fiatalok elmennek a városokba, és akkor nem nagyon akar senki se vergődni már most a birkával. Kik az, akik megmaradtak a juhtenyésztés mellett? Hát általában, akik már meg akarik őrizni a családi tradíciót, a szüleink is nekünk ezt csinálták, vagyunk itt egy páran, meg ugye nekünk már most nincs 50 év körül, nincs mit választás, ezt csináltuk eddig is, most már nekünk muszáj, de a fiatalok bizony nem fognak neki már most csinálni ezt. Mekkorák a nyájak egy családi gazdaságban? Hát attól függ, hogy vannak itt kisebb-nagyobb mennyiségben, hát jóval az a 100-150 körül, egy, hát már most oda érünk abba a 21. században, hogy majdnem kevés egy családnak a megélhetőségre, valamikor egy nagyon szép állomány volt, 100-150 között, na egy 4-5 tagú család komótosan megbírt élni, de most már sajnos nem, mert elmentek több köllene. Hallottuk, hogy itt vannak 6-700-as létszámú nyájak is. Ön tervezi növelni a
létszámot? Hát nagy mennyiségben nem, lehet, hogy egy kicsit még esetleg, mivel lássuk, hogy tehát követnünk, hogy egy 50-nel, 60-nal többet nem tudunk most már, mint nem sokan vagyunk ugye a családban. A bejünk is egy kicsit csinálni, az is besegít, még ebben járunk, jó, de másképp nem bírnánk, mint ketten vagyunk a mamával, és nem nagyon bírnánk, mint már nincs munkaerő. A tavalyi forró évet hogyan bírták itt ki a legelőn? Milyen kondícióban vannak a jószágok, és hogyan sikerültek az ellések? Van-e sok bárány? Hát mondjuk rá egyet, azért le kell tisztálni az életbe, hogy a szárassága senkinek se nem jó az életbe. Ugye nincs termés, nincs semmi, de birka egyedül állat, ami elbíri. Sőt, az úgy szeretné, hogy egy év egyszer esne eső, és ő is akkor is a fészerben lenne. Birkáknál rá lehetett mondani, hogy a múlt év valamilyen szárasság volt, jó volt a kondíció a birkáknál, jó az ellés, és nincs komolyabb gondunk nincs. Mikor kezdődtek az állések? Most időzítsük, általában az utóbbi időben már ilyen nagyobbak, mint van egy-két barátom is, meg én is, időzítsük az állést, általában úgy októberben szoktuk, és akkor még azt másodikat márciusban, két részre szoktuk általában szét, hogy ne küljön egész télen etetni az összes falkát. Van-e kereslet a bárányok iránt, és milyen az ár? Hát most az az igazság, hogy más évekhez képest nincs akkora kereslet. Rá lehet mondani, nincs, és az első, akkor majd mondjuk rá tavaly, mivel több takarmány volt, nem drága takarmányért tettük a bárányokat, és akkor 2,80, majd 3 euróval indult, most még csak 2,5 is lefelé indul, még nincs is akkora kereslet, mint más években. Az utóbbi időben a juhtenyésztésben szinte a bárány jelent az egyedüli bevételt. A bárány ára le tudja fedni az anyának az egész évi takarmány költségét, a tartási költségeket, és vagy haszon is maradjon a gazdának belőle. Hát most, ha mindent kiszámolunk, akkor rá lehetne mondani, hogy nincs, de nincs itt mit számolni, hát csinálni kell nekünk. Az egyik év ilyen, a másik egy kicsit jobb az ár, ugye akkor jobban jövünk ki. Ha gyengébb az ár, akkor rosszabbul jövünk ki. Meg ugye a legeltetés, ez egy kicsit más módja, mert nem érteti bele az ember a drága takarmát, és ha nincs is annyi haszon, akkor nem veszi észre. Nem úgy van, mint a disznó vagy a másikból beleérteti a drága koncertot, és aztán nem tudja az árát kivenni. Így nem is etetünk bele sokat, és ha nincs is annyi nyereség, meg vagyunk valahogy megélünk. Ha többet értetünk, akkor több a nyereség is, attól függ milyen év, még ha nincs kereslet a bárára, akkor nincs értelme. Ugye tudjuk, hogy a táj miatt már most nem tartsuk a birkát, mert nincsenek átvevő helyek, csak egyébben ez egy báránbúg, minden ez az 50-60 eurós számunk egy bárán, az egész évi birka költséget azt le kell belefödni. Hát, ez sose volt valami virágos élet, de most se az. Úgyhogy jövedelemű, már most az elmúlt 10-20 évben már szinte nem is nagyon lehet beszélni, mert hát jól tudjuk, se gyapjú, se tejnek, nincs ára valamikor, ennek ára volt, és az ember megnyírt, az olyan volt, mint az aratás, hogy akkor abból az ember bírt vásárolni, abból a gyapjú pénzből, de hát az idén már most az elmúlt években, nem az idén, itt már most erről nem van egy bárány, azt a támogassuk, ahogy, és akkor hát ezt próbáljuk beosztani, ezt a kis szegénységünket. Van egyesületünk, amelyik ezelőtt 10 éve alakult, Rózsa Dénes alapította, csak átvettem az elnökséget, egy 2 év után én vagyok az elnöke neki, és akkor próbáljuk a fiatalokkal megismertetni a birkának a hagyományát, és akkor csinálunk, most második alkalommal akarunk itt egy manifestációt csinálni, Zimatyon, ami csak a birkáról szól és a kecskérű, hogy a fiatalok megismerik a hagyományos ízeket, azt a sajtrendszert, meg amit a birkatején kívül másban nem tudnak megérezni. Az értékesítésnél segíti az egyesület, közösen tudnak-e komolyabb vevőket találni és jobb árat kiharcolni? Hát igyekszünk, most a vérbásziakkal is kontaktban vagyunk, a kankarasékkal, meg a többivel is, de a nagyot nem tudunk, ugye, mert ezek non-profit szervezetek és ezek a viszonteladók, meg az főfővásárlók, ezekkel nem tudunk, még szervezkedünk, de nem igazán tudunk eredményeket elérni. Ha viszonteladóknak adják el, akkor támogatások járnak azok után? Nincs támogatás, nincs a birkára. Ugye tudjuk, hogy a törzskönyves állomány, amit fönt nálunk Észak-Vajdaságban, itt még nem nagyon tudok, akik
törzskönyveznék az államát. Jó magam, se nem köllene már most nagyon, még nagyon arra felé haladunk. A törzskönyves állomány is kapnak 4000 dinár, de a nem törzskönyvesekre tudjuk, hogy nem jár támogatás. Mennyi segíten az a 4000 dinár? Nagyon sokat segít. Körülbelül a jutányésztésen is még a minden az lenne a tiszta haszon, a támogatás. Csak nagy procedúrával jár, és akkor még már 50 év körül egy kicsit úgy húzódozunk tőle őszintén, hogy nem nagyon szeretnénk belemenni, mert borasztó a papírológia, nagyon sok, és akkor nem úgy áll az már mi kezünkön egy 50 éves ember, amíg már 30 éve nem csinál olyasmit, és akkor úgy bú neki fogni. Hát esetleg a fiatal generációnak mindenkinek azt ajánlom, hogy fogjon neki is törkönyvezze le az állományát. Milyen jövőt lát a juhtegyésztésnek, itt ennek a legelőnek, Ilona falvának, a falu való megmaradásnak? Hát jövőt, hát a fiatalság az nem nagyon, mert nincs itten ennek a mezőgazdaságnak, juhtenyésztésnek nincs jövője, mert ez a juhtenyésztés, meg ez a parasság, ez rosszabb, mint az atvor. Ott abban legalább van szabadság, de itten nincs szabadság, úgyhogy itt karácsony, új év, minden, hiába van nekem emberem, hogy hát majd az segít végezni ez az, de amikor azt mondja, hogy új év van, én nekem ünnepülni, nekem meg mennem kell dolgozni, és akkor itt azt mondom, hogy hát mi jövő? Hát most ki akarja ezt választani? Az atfornak is egyszer vége van, hogy valami az ember szabadsága is, akkor csókolom, de itten nincs, itten ünnep, nem ünnep, semmi. Itt csak dolgozni kell. A magyarországi mezőgépgyártásban egyre szélesebb körű elismerést szerez magának a Framest Kft. A cég a rendszerváltást követően az első között készített a csökkentett menetszámú talajművelésben alkalmazható gépeket. A budapesti Agromos Expo-n a legkeresettebb modelljeiket mutatták be. Jelesül a Reptil nevű egymenetes magánykészítő gép, amit most már akár 130 lóerős traktor is tud vontatni, mert ugye ott mindig a szállítással volt a baj, ezért kapott egy vonórudat, egy járószerkezetet, és így aztán a közúti közlekedésben sem lesz gondja. Aztán egy másik újdonságunk még a hagyományos lazítóinknak a vontatott kivitelű változata. Ez azt jelenti, hogy a nagyon nagy lóerő kategóriás traktorok, a 400 lóerő felettiek is tudnak már megfelelő eszközt használni a talaj lazítására. Ez az egész technológia, ami a csökkentett menetszámú talajművelés köré épül fel, mennyire fogadott el itt Magyarországon? Mennyire alkalmazzák? Egyre jobban, és nem azért, mert szeretnék kevésbé jól megművelni a talajaikat a gazdák, hanem a környezeti változások hozzák ezt a talajművelési rendszert. Ez azt jelenti, hogy minél kevesebbet bolygassuk a talajt, minél kevesebb nedvességet veszítsünk. Én tegnap nagyon sok gazdával beszélgettem arról, hogy az ő vidékükön mennyire mínuszban van a talaj nedvességet tekintve, és bizonyít elhangzott 300, 400, 500 mm mínusz is, amivel kevesebb csapadék van a talajban, mint amennyinek kellene lennie. Nagyon korán tavasszal én, ha lenne földterületem, akkor lezárnám egy hengerrel, simító lappal, azért, hogy a meglévő csapadékot megőrizzem. Most azt el kell mondanom, hogy a mi hengerünk egy picit más, mint a megszokott, mert figyelembe vettük az agronómiai körülményeket, és ilyen módon úgy született meg a konstrukció, hogy mi a gép középső tömegéből tömeget transportálunk a két szárnyra is, és így egyforma mélységű lesz a tömörítés. Tehát azt használnám én legelőször. A Frakom típusú kompaktort készítettük mi tavaszi magánykészítésre. Ennek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik az, hogy ezzel nem szabad kisietni, tehát az utolsó előtti pillanatban kell kimenni, 100%-os gyomírtó hatás várható el az eszköztől, a másik pedig a gép elején található merevszáras, luttabb kapák, amik elmetszik a talajt abban a mélységben, ahova a magot szeretnénk helyezni. Ez tulajdonképpen példátlan a mezőgépgyártás történetében, ez az egy ilyen van a világon. Műsorunk végén felhívom figyelmüket,
hogy barázdánk ismétlését a képernyőn látható honlap címünkön is megnézhetik, ma 19.30-kor, hétfőn 10-kor és kedden reggel 6 órakor. A Facebook Barázda RTV oldalán pedig egyéb információkkal is szolgálunk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!